Változtak a fenyőárak, a luc és az ezüst fenyő métere drágább lett a tavalyihoz képest, a normál fenyő ára viszont nem változott. Évértékelés a kórházban, 38,5 milliárd forintból gazdálkodott 2018-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Várják a véradókat, a Magyar Vöröskeresztnek megbízható, stabil vérkészlettel kell rendelkeznie, ehhez naponta mintegy 1800 véradóra van szükségük. Jelentősen drágultak a fenyőárak az elmúlt évekhez képest. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Idén a luc mérete 3000 forint, az ezüst fenyő 5000 forintba kerül, a Nordman fenyő ára maradt változatlan, 7-8000 forintért kínálják méterét. A tapasztalatok szerint sokan az utolsó napokra hagyják a vásárlást. A kereskedők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az ünnep előtt sem lesz olcsóbb a fenyőfa, a választék viszont jelentősen csökken. A karácsonyfa kiválasztása legalább olyan fogós kérdés, mint minden családtag számára megtalálni a megfelelő ajándékot. A jó választás megkíméli az embert az idegeskedéstől szenteste napján és az azt követő hetekben. Hazánkban minden második eladott fenyő luc. A luc fenyő a tipikus illatos karácsonyfa. Kedvező áron beszerezhető, talán az egyetlen probléma vele, hogy meleg lakásban igen gyorsan lehullanak a levelei. Az ezüstfenyő ára még megfizethető, bár tény, hogy drágább a lucnál. Szép formás, kicsit olyan, mintha a fagy csillogna rajta, igazi ünnepi hangulatot teremtve ezzel. Díszíteni azonban nem könnyű, mert nagyon szúrós. Évről évre egyre népszerűbb a Nordman fenyő, aminek ugyan nincs illata, de tűlevelei alig szúrnak, és mindezeken kívül azzal lopta be magát a háziasszonyok szívébe, hogy gyakorlatilag nem hullatja a leveleit. Azonban, ha a fenyőfák királynője mellett döntünk, mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlni. A fa vásárlásánál érdemes a szakember tanácsait szem előtt tartani. Azt kell megnézni, hogy állnak a tűlevelek, ne legyen elszáradva a fa, mert az látszik, tehát ránézése is látszik, hogy az friss. A földlabdáson ugye azt nézzük, hogy az bele legyen ültetve abba az edénybe, nem akkor ugye bele nyomkodva. Tehát ezt mindenféleképpen ezeket a szempontokat nézzük. Az ezüst fenyőt 5000 forintért kínálják, az egyre népszerűbb Nordman fát pedig 7-8000-ért. A legnépszerűbb fa várhatóan idén is a luc fenyő marad, amelynek métere 3000 forint. És darabáron is lehet fenyőt vásárolni, ahogy ezt Alkéri Ferencné is tette. 3000 forint darabja. Aha. Hát a fagy véget ugye egy kicsit össze vannak fagyva, de egy kicsit kirúg ugye. Igen, ez csinos és szép. Csinos is olyan, mint ön, drága asszonyom. Megmondom őszintén nyíltan, az idő vasfoga nem fogott magát. Jó. Úgyhogy hála jó Istennek, így alakul a dolog. Jó idő is van. Meg is felel. Húzzuk be hálóba, drága asszonyom? Igen. Jó. A józsavárosi piac vásárlói között vannak, akik csak sétálgatnak a kiállított fák között, és beleszeretnek egy-egy példányba, de akadnak olyanok is, akik szinte centiméterre pontosan tudják, hogy mekkorát szeretnének. A lakásom panel, tehát nincsenek nagy méretű szobák, és ezért egy kisebbet választottam, valamint nem terjedelmest. Tehát, hogy ne foglaljon nagy helyet, mert nincs tér, amiben egy nagy fa szépen mutat. Tehát csupán emiatt. Cserepes fenyőt is lehet vásárolni, az áraik 5 és 10 ezer forint között mozognak. Garanciát ugyan nem vállalnak arra, hogy megmarad, de jó esetben tavasszal akár ki is lehet ültetni az ilyen fákat. És vannak, akik hosszú távra szerzik be az ünnep legfontosabb szimbólumát. Egyre népszerűbb a műfenyő. A fiatalok az ezüstöt választják, az idősebbek általában zöldet és kisebbet, de a félméterestől a kétméteresig lehet válogatni a műfenyők között. A műfenyő előnye, hogy könnyen össze- és szétszerelhető, szétszerelt állapotban kis helyen elfér. Egy jó minőségű műfenyő, szabályos, könnyen díszíthető, nem hiányoznak róla innen-onnan az ágak, éppen olyan, mint az igazi, csupán illata nincs. A Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szövetsége tüntetés sorozatot tartott a megyei Fidesz irodák, valamint az országgyűlési képviselők irodái előtt, ahol felolvasták az ellenzéki pártok 5 pontos követeléseit. Az MSZP sajtótájékoztatóján Veres János arra szólította fel a megyei fideszes országgyűlési képviselőket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a kormány vonja vissza a munkaidő keret emeléséről szóló úgynevezett rabszolgatörvényt.
ne alkossanak új törvényt, hogy nincs mögötte társadalmi egyeztetés. Ne alkossanak új törvényt, hogy ezzel ártanak azoknak az embereknek, akikről ezek a törvények szólnak. Ne alkossanak új törvényt, ahogyan most például megszületett ez a bizonyos rabszolgatörvénynek elnevezett törvénymódosítás, de ugyanez igaz a földtörvénymódosítására, mert múlt héten került elfogadásra, és ugyanez igaz a közigazgatási bíróságról szóló törvénymódosítására, hiszen láthatóan nem társadalmi egyeztetés után születtek meg ezek a törvények, hanem hát hogy mondjam, majdnem, hogy spontán módon hirtelen sutyiban kerültek elfogadásra. Befejeződött a tömbkórház projekt, átadták az óvodát, de már tervben vannak az újabb fejlesztések a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórháznál. A következő évben Nyíregyháza lesz az ország 4 helyszínéből az egyik, ahol 118 férőhelyes modern nővérszálló épül. Az ország egyik legnagyobb integrált intézménye idén 38,5 milliárd forintból gazdálkodott. Mozgalmas és eredményes évet zár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Ezzel kezdte évértékelő sajtótájékoztatóját Adorján Gusztáv főigazgató. Az intézmény év végén 1,5 milliárd forint konszolidációt kapott az államtól. 2018-ban a parkolóház átadásával befejeződött a több mint 15 milliárd forintos tömbkórház projekt. Ennek köszönhetően teljesen megváltozott a Józsa András oktató kórház arculata. A fejlesztési osztályunk ebbe az esztendőbe közel 5 milliárdos csomagot kezel, tehát különböző pályázatok vonatkozásában. Ami nagyon lényeges, ugye ebbe az évben sikerült egy óvodát itt a kórház területére megálmodni, ez köszönet a városvezetésnek, polgármesternek, a képviselőtestület minden tagjának, hisz ez részben pályázat és részben városi pénzből valósult meg, kórházi dolgozóknak a gyerekei számára. Ez is abba a ideológiába tartozik, hogy hogyan tudjuk itt tartani a dolgozókat. A másik szintén dolgozók itt tartása érdekében következő évben megvalósulandó projekt lesz, egy 118 férőhelyes nővérszállónak az építése. Ebben 61 darab 1, 2 és 3 ágyas szobákat alakítanak ki. A következő évben indul a Bocskai úti STK földszintjének belső felújítása is. Fontos eredménye még a kórháznak, hogy 6 járásban 6 egészségfejlesztési irodát is kialakítottak. A dolgozói létszám növekedett az elmúlt évhez képest. Jelenleg 5019-en dolgoznak az integrált intézményben. Az orvosok és a nővérek aránya is fiatalodtunk a életkort figyelembe véve. Orvosoknál az a bizonyos korfa, az egy egészséges homokóra formát mutat, tehát biztosítva vannak a jövőben fiatalabbak. A nővérek vonatkozás, ápolók vonatkozásában nem ilyen rózsás a helyzet. Ott azt kell mondjuk, hogy egy olyan 8-10 év múlva várható komoly nővérhiány. Idén 119 dolgozó kötött tanulmányi szerződést. Nekik a kórház finanszírozza a szakmai továbbképzésüket. Cserébe minimum 5 évig kell még az intézményben dolgozniuk. 150 rezidens is van a kórházban, ez országos szinten kiemelkedőnek számít. A kórház 38 osztályából 25-en vezettek be valamilyen új műtétet vagy gyógyszeres kezelést, például a szemészeti osztályon, de rendkívül fejlett a gyermekosztályon a koraszülött ellátás, és országos szinten unikális a gasztroenterológiai osztály munkája. 71 éves korában elhunyt Berencsi Béla Ibrányváros polgármestere, díszpolgára, aki 1975. júliusától irányította a települést. Halálával pótolhatatlan veszteség érte Ibrányt áll a város közleményében. Temetéséről a későbbiekben intézkednek, amiről a város honlapján is értesítik majd a település lakosságát. Az egy donortól levett egy egységnyi vér 3 beteg életén segíthet. Ezért a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete december 20-án nagyszabású véradást szervez. Ezzel az ünnepi időszak alatt esetlegesen bekövetkező eseményekre készülnek fel, hogy ekkor se alakuljon ki vérhiány a kórházakban. A téli hideg időszakban számos dolog befolyásolhatja a véradók számát. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy betegen, legyengült szervezettel a rendszeres donorok sem adhatnak vért. A másik, ami szintén nagyban befolyásolja a véradók számát, az a hosszú hétvégék és ünnepnapok alakulása. Idén a karácsony ilyen szempontból nem alakul szerencsésen a vérellátók számára.
Balesetek ilyenkor is vannak, nagyobb vérszükséglet ilyenkor is kialakulhat, a folytonosságot pedig biztosítani kell. Úgyhogy ilyenkor szoktuk kérni fokozottan a lakosságot arra, hogy például akinek nem áll módjában az, hogy pénzt adományozzon, élelmiszert adományozzon, vért azt tud adományozni abban az esetben, hogyha tudomása szerint nincsen semmi olyan betegsége, ami kizárná a véradásból, elmúlt 18 éves, de még nincsen 65 éves, a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, és nem szed semmi olyan gyógyszert, ami szintén kizárná. A véradás az adományozásnak egy speciális, nem tárgyasult fajtája. A nők egy éven belül háromszor, míg a férfiak ötször adhatnak vért, de két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. Az egy donortól levett egy egységnyi vér három beteg életén segíthet, hiszen készül belőle vörös vérsejt koncentrátum, plazma készítmény és vérlemezke koncentrátum is. Ezért fontos, hogy aki teheti, adjon vért. December 20-án az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen a Korzó Bevásárló Központban fogunk egy nagy véradást szervezni. Pontosan erre szeretnénk felkészülni, hogy az ünnepek alatt, illetve a két ünnep között se alakuljon ki vérhiány a kórházakban. Ezért a Magyar Vöröskeresztnek egy megbízható, stabil vérkészlettel kell rendelkeznie. Ehhez naponta mintegy 1800 véradóra lenne szükségük. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenessé teszi a parkolást az ünnepek alatt a Nyír VV. December 20-ától egészen január 1-ig lehet majd díjmentesen parkolni Nyíregyházán, és ez idő alatt a parkolási osztály ügyfélszolgálata is zárva tart. Most még fizetni kell a parkolásért a belváros kiemelt zónájában is, azonban a korábbi évekhez hasonlóan az ünnepek alatt idén is ingyen lehet majd parkolni a város által üzemeltetett parkolóhelyeken. Január 2-át követően viszont akár 3000 forintos büntetés is kerülhet a szélvédőkre, ha valaki bérlet vagy parkolójegy megváltása nélkül hagyja ott az autóját. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is hamarabb ingyenessé tesszük a parkolást, mint ahogy az ünnepnapok bejönnének. December 20-ától csütörtöktől ingyenes lesz a parkolás a Nyír VV által kezelt parkolókban, egészen január 1-jéig, tehát január 2-án már fizetni kell majd a parkolásért. Ezzel együtt az ügyfélszolgálatunk is zárva lesz, tehát a két ünnep között, karácsony és szilveszter között nem tudnak minket felkeresni az ügyfelek, de január 2-ától a szokásos nyitvatartási idővel várunk mindenkit. 2018 év elején a városi közgyűlés arról döntött, hogy május 1-től Nyíregyháza több belvárosi utcájában is parkolási díjat vezetnek be. Azokon a túlterhelt, jellemzően fizetős zónák mellett található területeken lett fizetős a parkolás, ahol a nagyszámú parkolóautó szinte ellehetetlenítette az ott élők közlekedését és normális életvitelét. A változás 12 útszakaszt érintett, melyek közül egy kivételével mindegyik a kettes parkolási zónába esett. 2019-ben azonban a parkolási csoportvezető szerint nem várhatóak nagy változások. Nem tervezünk áremelést sem a bérletek, sem a jegyek tekintetében. Rendeletmódosítást sem tervez a város, tudomásom szerint úgy, hogy 2019-ben a már megszokott árakon, a megszokott feltételekkel tudják igénybe venni a parkolókat az autósok. A bérleteket a Nyír VV Nonprofit Kft. Parkolási csoportjánál a Hősök terén található zöld irodaházban vásárolhatják meg az autósok. Idén is támogatta a rászoruló hallgatókat a Nyíregyházi önkormányzat. November 23-áig 44 hallgató nyújtott be pályázatot, akik megfeleltek a feltételeknek a tanulmányi eredményeik alapján. 50, 40, illetve 30 ezer forint összegű támogatásban részesültek. A rászoruló hallgatókért közalapítvány kuratóriuma ez alkalommal összesen 1 millió 630 ezer forint összegben adott támogatást. Ez a támogatás ez teljesen szabad felhasználású, tehát nem kérjük azt, hogy számoljanak el vele, hiszen tudjuk azt, hogy a továbbtanulás az nagyon nagy költséget emész fel mind a tanulók, mind a családok részéről. Tehát ez a 30, 40, 50 ezer forintot a tanulók teljesen szabadon használhatják föl. Örömmel mondhatom azt, hogy aki igény is megfelel a feltételeknek, tehát nincsen formailag kizárva, ők megkapják. Jelenleg 41 hallgatót tudunk díjazni, évente kétszer hirdetjük meg a pályázatot. És ami most újdonság, de korábban is próbálkoztunk már vele, és bejött, hogy nem csak lezárt fél éve rendelkező hallgatókat engedünk pályázni, hanem azokat is, akik első fél évesek.
Idén is meghirdette a Józsa András Múzeum egy kis doboznyi szeretet ajándékgyűjtési akcióját. Ehhez olyan szervezetet kerestek, amelyik szegények és rászorulók megsegítésével foglalkozik. Így esett idén a választás a Debrecen Nyíregyháza Egyházmegye katolikus karitászra. A szervezet a régióban 60 csoporttal, 1000 önkéntes segítségével végzi a tevékenységét. Velük együtt országosan 1 millió hátrányos helyzetű rászorulónak tudnak segíteni. 2017-ben indítottuk, akkor több mint 300 doboznyi ajándék gyűlt össze, most egy kicsit kevesebb, de azt is nagy szeretettel adjuk a Katolikus Karitász Egyesületnek, akik ők majd el fogják juttatni azoknak a célszemélyeknek, akik érintettek abban, hogy a karácsonyfa alá valami szép ajándék kerüljön. Karácsony közelettével minden évben állatstoppot hirdetnek az állatvédők. Sajnos mindhiába, hiszen évről évre egyre többen vásárolnak ajándékba kutyát, macskát gyermekeiknek. Az Állatbarát Alapítvány arra kéri az örökbefogadókat, hogy alaposan gondolják át döntésüket, hiszen egy állat befogadása nem néhány hétre, hanem jó esetben 15 évre szól. Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevény iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar alábbhagy. Végül szegény állat vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek. Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Határozottan nem javasoljuk, hogy kizárólag karácsony ajándékként vegyék meg a kiskutyákat ugye a gyerekeknek, illetve a családtagoknak, hiszen azt tudni kell, hogy bármilyen kiskutyában, kismacskában gondolkodunk, 15-16 évre szóló felelősség is lehet. Egy kiskutya vagy kis cica érkezése a házhoz megváltoztatja az egész család életét, hiszen egy kisállat rengeteg gondoskodást és figyelmet igényel, különösen élete első pár hónapjában. A koránkelés, a rendszeres sétával járó kötöttség, a szobatisztaság hiányával járó kellemetlenségek mind együtt járnak négylábú barátunk tartásával. Ugye ismerjük a gyerekeket, nagyon édesek, nagyon cukik, és nagyon szuper ötletnek tartjuk, hogyha egy kiskutya együtt nő fel egy gyerekkel. Viszont az is tény, hogy karácsony ajándékként vásárolt kutya sajnos sokszor a menhelyen végzi, illetve az utcán, hiszen egy gyerkőc nagyon gyorsan ráun ugye az újdonság varázsára, és a szülőnek tisztában kell lennie azzal, hogy gyakorlatilag hiába a gyereknek veszi ezt ajándékba, de mégiscsak az ő felelőssége fog maradni. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük tehát, hogy a befogadott kedvenc nem csupán egy 3 napra szóló csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára. A 14. helyen zárta az őszi szezont az MB2-ben a Nyíregyháza Spartacus. A bajnokságot a kispadon Bozsik Józseffel kezdő, majd a 11. fordulótól Lengyel Rolanddal folytató Spari 6 győzelem mellett 7-szer játszott döntetlent és 8-szor szenvedett vereséget. Nyáron 18 játékos távozott a Sparitól, helyükre 13-an érkeztek a bajnokságot Bozsik Józseffel a kispadján indító csapathoz. Az első 10 fordulóban mindössze 7 pontot szerzett a Nyíregyháza, amely visszacsúszott a tabella utolsó előtti helyére. Ekkor váltás mellett döntött a vezetőség, Lengyel Roland lett a szakmai munka első számú felelőse. Vele 5 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség a mérleg, úgy, hogy az utolsó 4 meccsen 10 pontot szerzett a csapat. A vezetőedző elmondta, hogy sérülések, eltiltások is nehezítették a dolgát, közben pedig igyekeztek minél több saját nevelésű játékosnak lehetőséget adni. 6 akadémistát hoztunk föl az utánpótlásból, plusz ugye van az Ötvös Csöpi, aki helyi játékos, van a Hornyák Marci, és a Gyúrján Bencét hoztuk haza, és az utolsó 2 mérkőzésen a Kovács Norbi és a Tanger Laci is bemutatkozott a magyar másodosztályba. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly szám, tehát 11 helyi fiatal játszott a csapatunkban. Igazából eredményekben én azt gondolom, hogy emiatt nem tudtunk eredményt elérni. Ugye nagyon, nagyon kevés pontot gyűjtöttünk, a 19. helyen voltunk a 10. fordulóban. Ott történt egy váltás, fölkértek engem, hogy segítsem a csapatot, és igazából a 14. helyre tudtuk fölhozni.
Lengyel Roland bízik abban, hogy tavasszal feljebb lépnek majd a tabellán. Azt gondolom, hogy a csapat egyébként erős, jó csapatunk van, hogyha nincsenek a sérültek, és tavasszal visszatérnek a sérülésből, sérülésből felépülnek a játékosok, plusz lehet, hogy még egy-két ember érkezik a csapathoz, akkor abszolút szép tavasz elé nézünk. Hát sajnálom igazából, ugye én szeretném megköszönni a szurkolóknak, és akik kitartottak mellettünk a támogatást, főleg azok, akik kijártak a mérkőzésre. Nem volt egyszerű szezon ez számukra se, de a pozitívum mondom inkább az kell, hogy elindultunk egy úton, az utánpótlásra bemutattuk, hogy lehet támaszkodni, nem egyből, mert az utánpótlás játékos nem úgy van, hogy fölhozzuk, és akkor egyből berakjuk a felnőtt mezőnybe, és akkor ő majd eredményt fog itt produkálni. A Spari játékosai január 3-án találkoznak, majd másfél hetes hazai felkészülés után két hetes törökországi edzőtáborba utazik a csapat. Ott 4 meccset játszanak, aztán Nyíregyházán készülnek tovább a február 3-án esedékes tavaszi rajtig, amelyen Budaörsön lépnek majd pályára Rezesék. A női röplabda CEF kupa 8-ad döntőjének első mérkőzésén 3-1-es vereséget szenvedett a francia Mulhouse vendégeként a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese két elveszített szett után a harmadik játszmát nyerte meg az 1500 néző előtt lejátszott találkozón. A visszavágót január 23-án rendezik a Continental Arénába. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Idén a luc métere 3000 forint, az ezüst fenyő pedig 5000 forintba kerül. A Nordman fenyő ára maradt változatlan, 7-8000 forintért kínálják méterét. A tapasztalatok szerint sokan az utolsó napokra hagyják a vásárlást. A kereskedők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az ünnep előtt sem lesz olcsóbb a fenyőfa, a választék viszont folyamatosan csökken. Befejeződött a tömbkórház projekt, átadták az óvodát, de már tervben vannak az újabb fejlesztések a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórháznál. A következő évben Nyíregyháza lesz az ország 4 helyszínéből az egyik, ahol 118 férőhelyes modern nővérszálló épül. Az ország egyik legnagyobb integrált intézménye idén 38,5 milliárd forintból gazdálkodott. Az egy donortól levett egy egységnyi vér 3 beteg életén segíthet. Ezért fontos, hogy aki teheti, adjon vért az év minden szakában. A Magyar Vöröskeresztnek a betegek ellátásának biztosításához megbízható, stabil vérkészlettel kell rendelkeznie. Ez naponta mintegy 1800 véradóra van szükség. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 19-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb havazással. Tőlünk északnyugatra lévő ciklon előoldalára kerülünk. Ennek hatására eleinte enyhébb, majd ismét hűvösebb, nedvesebb légáramok érkeznek hazánk fölé. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás lesz a levegő, éjszaka zúzmarásköd is képződhet. Néhol ónos szitálás, hószálingózás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli óráktól szorványosan havazás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra mínusz 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Az előttünk álló napokban jelentős enyhülés kezdődik. Pénteken még borult, párás idő lesz, de eleinte kisebb körzetekben, szombaton már nagyobb területen szakadozottá válik a felhőzet. Kezdetben szorványosan, majd több helyen várható esőzápor. Az ünnepek első felében marad az enyhe idő, majd lehűlés van kibontakozóban.